Pest vagyunk, egy csendes kis településen. Itt lakik Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyház és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A politikus háza a falu egyik szélső utcájában található, és néhány éve megvette a mellette lévő közútnak egy részét. Ide nemrégiben épített egy kocsi beállott, annak az egyik sarka pedig rálóga a mellette lévő közútra, így az államtitkár háza mögötti telek megközelítése nagyon nehézkessé vált. 2019-ben megtaláltuk az álomtelkünket, ahova szerettünk volna kiköltözni. Körülnéztem, láttam, hogy barátságos emberek, gyönyörű, ápolt kertek, és azt gondoltam, hogy én ilyen szomszédok mellett szeretnék élni. Akkor még nem gondoltam, hogy miben nyúlok. Megvettük a mögöttünk látható területet, és ehhez a területhez egy közel 9 méteres közút csatlakozás tartozik. Megterveztük azokat, hogy innen fogunk ahhoz a házhoz bemenni, amit ide szeretnénk felépíteni. Megtudtam, hogy a szomszédban egy államtitkár lakik, és mondták a falusiak, hogy vele azért jobb jobba lenni. Kiderült, hogy az államtitkár közben ezt az út útszakaszt, ezt megvásárolja az önkormányzattól, hogy mindenhogy ott be tudjunk lépni, be tudjunk hajtani a területünkre. Én nem hittem el, hogy egy közutat csak úgy meg lehet vásárolni, de így történt. 2020-ban ő az önkormányzattal kötött egy adásvételi szerződést, és ezt a területet, amit itt látunk, ő megvásárolta. 2020-ról beszélünk, 150 ezer forintért. Papíron maradt nekünk három méter, hogy bejussunk a telkünkre, ami elvileg elegendő ahhoz, hogy gépkocsival be lehessen hajtani viszont amikor kitüzettük, akkor láttuk, hogy gyakorlatilag az úgy néz ki, hogy az egyik határ ott van, a másik meg az árok közepén. Tehát itt látszik, hogy egy autóval való behajtás teljes mértékben lehetetlen. Közben intéztük a közműveket, mert a telek, amikor megvásároltuk, nem volt közművekkel ellátott, és a csatorna és a vízbekötést engedélyezték nekünk a terveket a az önkormányzat is, meg a szakhatóságok jóváhagyták, és kihívtuk a kivitelezőket, hogy innen ezen a kis szakaszon vezessék be a csatornát és a vizet. Rekord idő alatt, egy héttel később itt állt ez a kocsi szín, ami engedély nélkül épült, a helyi építési szabályzat ellenére, hiszen mivel most itt van a telekhatár, ebben az öt méterben nem épülhetett volna semmi. Ráadásul elmérték a kollégák, mert a közterületre kilóg több mint fél méterrel támogatják azt az őrületet, ami a világban elindult egyes politikai vezetők részéről, és ők kiállnak a háború mellett. Kiállnak egy értéktelen ideológia mellett, és támadják a nemzeti keresztény értékeket. A kialakult helyzetről megkérdeztük a település polgármesterét is. 2014-ben volt az első olyan döntés, amikor a Sortész államtitkáról megkeresett minket abból, hogy szeretné az útnak egy részét megvenni, de úgy, hogy azért meg vagy hagyva három métert, hogy a, a mögött terek azért legyen közteleti kapcsolat, és elér, hogy, hogy meg azok az építési, még egyéb jogok, amik ugye egy építési telekre fontosak, hogy meglegyenek. És itt van a telek határom, és innen az árok közepéig van az az út, amit nekem hagytak, hogy bejárjak. De ebben a három méterre van sz há három szép nagy fa, meg, 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 egy ilyen fedett árok rész is. Egy telefon bejelentés jött, hogy ott építkezett valamit, ilyen garázsépítés történt. Erre kiküldtem a főépítést, hogy nézem már meg, hogy mit, mi épült ott azon a részen, amit állattunk. Hát Soltész államtitka úr, építettek oda egy ilyen garást, egy ilyen fedett garázszerű valamit, amit ugye előzetes engedélyt kellett volna kérni és nem is oda építették volna a oldal oldalhatártól 5 méterre szabad épít építményeket tenni. ők meg ráépítették a kerítésre. Végül csináltunk fotókat, a főépítész úr találkozott a és számtékkal a feleségével, és mondta a főépítész, hogy bejelentést kért ott és nem jelentették be. Azután történt egy bejelentés ma utólagosan, azt mondtam a főépítésznek, hogy ha nem teljeszkedett túl a kerítésen, engem nem érdekel, hogyha be tud menni a rád Gábor, én nem foglalkozok ez 5 méteren, így feltételni, kiadom ezt a határozatot. Rád Gábor észrevette, hogy valahogy nem tud bemenni, nincs meg az a távolság, és kiküldött egy földmérőt, ami meg, megállapította, hogy itt nem a kerítésen belül lett építve, hanem a közteletből is még egy ilyen 60 centit beépített, és gyakorlatilag a három méter, ugye a tetővel együtt ilyen 2.31-re leszűkült. Erre, erre, hogy azt mondtam, hogy jó, rendben egy itt most teljesen más a szituáció. Akkor én kiadtam egy ilyen másik határozatot, amiben leírtam azt, hogy mivel túlterjeszkedett, meg közteletre építkezett, ezért legyen szíves arrébb, de most már akkor tartsa be, ami a hézbelő elő van írva. Egy ilyen felszólítást tettem, a kocsi kapcsolatos kérdéseinkre Soltész Miklós államtitkár azt közölte, hogy az építmény a saját területükön épült településképi hozzájárulás alapján. Jelenleg azonban jogvitában állnak miatt az önkormányzattal. És ennek a teleknek a megközelíthetősége az innen lenne erről az utca szakaszról. Amíg itt ez nem tisztázódik, addig nem tudunk leépíteni. De volt egy másik kérelme is a Soltész államtitkárónak, hogy Adjuk el neki azt a még a három métert is, adjuk el. Erre el lehetett el, le volna annak a teleknek az építési jogait. És akkor, ha rád Gábor az önkormányzat perelte volna be, teljesen jogosan, és ezt, ezt a testet elutasította. Akkor mire számít, úr, hogy ön szerint, hogy fog dönteni a testület ennek a kocsibeállónak az ügyében? Hát nagy valószínűség azt fogja dönteni, hogy hogy H hogy arrébb kell helyezni ezt a varást. Hát sokszor hallani, hogy Magyarországon a jogállamiság az kérdőjeles, én most ezt magamon tesztelem, mert elindítunk egy folyamatot, hiszen azért mi is kértünk ügyvédi segítséget, és a jogászok szerint a teljes utca rész értékesítése jogszabályokba ütközik. A keresztény embereket, hívőket, egyházakat fenyegetnek, gyaláznak és tesznek tönkre. Polgármester úr, és nem fél attól ön, meg a testület, hogy valami retorzió éri önöket azért, mert egy államtitkárral így újat húztak? Hát ez nem az első eset. <laughs> nem mindegy. Egy, egy, egy a lényeg, hogy hát a szabályokat tartani kell. Jó. Hát én, én nem félek, hát mit ő félnék, hát amit mi csinálunk, az jogszerű.